A játék neve ismét Danganronpa V3 Killing Harmony, és tudom, hogy megint volt egy nagyon nagy kimaradás, aminek az az oka, hogy egyrészt a január, illetve az év eleje az eléggé zsúfolt, kicsit kezdtem megint rosszul lenni, meg valamennyire betegség is rám jött, mert ugye hát attól függetlenül, hogy változik a klíma, meg minden, attól még tél van. És egy menet közben egy új számítógépet is vettem, aminek ugye kellettek a beállításai, meg megvettem a Far Cry 5-öt is, és kicsit elvesztem a szektásoknak a gyilkolászásában, úgyhogy azért nem mondom, hogy nem teljesen az én hibám, de benne van az is. Na de akkor most úgy néz ki, hogy akkor vissza vagyunk egy picit, és ott hagytuk abba valamikor 48 évvel ezelőtt, hogy Rentaro elhalálozott, mert a fejére pottyant egy vasgolyó, amit mi találtunk meg annak idején a raktárban, amikor a Shuichival kerestük a kamerákat. És ugye azt a következtetést mondtam le az egész. Ja, és senki nem jelentkezett a gyilkosként, mert ugye a Monokuma azt mondta, hogy az első gyilkos, a szabadon távozhat tárgyalás nélkül, minden oké. De ugye senki nem jelentkezett, ebből én azt mondtam, hogy ez könnyű, mert a csávó lényegében öngyilkos lett. Ugye úgy, hogy fölrakta a vasgolyót, ráesett, meghalt. Bár mondjuk a Rentaronak volt egy ötlete, ugye, hogy hogyan oldja meg a dolgot, ugye ezzel kezdte. De aztán valahogyan elhalálozott. És ugye mindenki a Ryomára fogja ugye a teniszezőnkre az egészet, mert hogy ő ölt embereket teniszütővel, meg mindenféle labdákkal. De ugye ez hülyeség, mert ugye hát aki régi motoros Danganronpában, az tudja, hogy az a gyanús, ami nem gyanús. Úgyhogy szerintem öngyilkos lett. Vagy valami furcsa baleset áldozata, bár mondjuk a vasgolyó a szekrény tetejére magától nem mászik fel. De aztán ki tudja, hogy bármi megtörténhet. Oké, szóval ott hagytuk abba, hogy Monokuma bejött, elmondta a gyilkosság, megtudtuk, hogy a fejére mért ütés a vasgolyótól, és most Káde elmagyarázza itt mindenkinek, hogy mi a feres történet, meg közben iszok, mert megint vacakol a torkom. Akkor magyarázza nekünk Káde, hogy mi van. Elfogom. Légy szíves. Az is király, hogy így menet közben is tudok menteni, azt hiszem, ez nem volt mindig így a Danganronpákban, hogy így megy a dialógus, és akkor oké, akkor itt szünetet tartok, és megállok, ahogy itt is csináltam, és akkor csak innentől folytatni bármikor. Ugye ez már az új számítógépen van ráadásul. És áldott legyen a Steam Cloud Save, hogy nem kellett az egészet újra csinálnom. Oké, Shuichi és én elmagyaráztuk mindenkinek. Oké, elmondtuk nekik, hogy lehetséges, hogy ugye a gonosz zsenink köztünk bújkál. De jó, hogy nem írtak dialógus külön erre. Ó, oh, köszönöm. Köszönöm Spike Chunsoft, hogy nem húzod az időt azzal, hogy egy komplett dialógust írtok erről. Legalább itt külön szóltak az íróknak, hogy oké, gyerekek, akkor mikor elmondják újra a Káde meg a Shuichi, hogy mi volt eddig, akkor ott csak foglaljátok össze, nem kell megírni az egészet, az nem számít bele a szöveg vagy a karakterszámba. Oké, és elmondtuk nekik a csapdát is, amit felállítottunk, ugye a kamerákkal meg minden. És hogy valaki aktiválta a csapdát, ezért bejöttünk a könyvtárba, és megtaláltuk a Rentarót. Oké. Plusz az ajtó bezáródott, a titkos ajtó, ami azt sugallja, hogy Rentaro nem egyedül jött ide, hanem valaki mással. Oké. Na, Kirumi. Szóval ez történt. Nem is tudtam, hogy ilyesmit terveztek. Jó, hogy nem tudtad, ez szándékos volt. Várjál, tényleg, hogy vannak a gombok? Oké, a Q-val tudom ezt. Jövök egy kicsit, mert... És az F3 az irányítás. Ó, hogy rohadna meg, megint izém van. Kontrollerem. Na mindegy, majd visszaállítom később. Ja, erre használtál, ilyen hülyeségre használtál a kamerákat, amiket módosítottam. De jó. Miért tartanátok ilyesmit titokban előttünk? Amit megtudtuk volna, hogy köztünk van az áruló, elkezdtük volna vitatkozni megint. Ja. Ryoma az jó arc, ő vágja. Ő tudja, hogy mi a helyzet. Ettől féltetek, ugye? Ja, pontosan ettől féltük, hogy hülyék vagytok. Nem mozza.
De ha voltak kamerák, akkor az nem oldaná meg ezt az egész ügyet baromi gyorsan. Á, de unalmas. Az, hogy te mennyire élvezed a legkisebb problémánk. Megint meg kell tanulnom beszélni, mert már érzem, hogy nem tudok artikulálni. Megkérdezzük a kamerákat most. Oké, az elkövetőnek a képeken kell lennie. És akkor le van zárva az Oké. Szóval a kamerák ezek filmes kamerák, nem digitálisak. Ami ráadásul szerintem volt a Rentaro olyan gyökér, hogy pont a kamera előtt halt meg, és nem látunk semmit. Arról nem is beszélve, hogy szerintem a bárki is követtel, azt hátulról kaptuk le. Hogyha az ajtó befele ment. Mert azt hiszem az összes kamera az ajtót néz. Ja nem, volt amelyiket a kád beállította, hogy az irányába nézzen. A bejáratok felé. Ha. Na mindegy, megtudjuk. Úgyis elő kell hívnunk a filmeket, nem hiszem, hogy... Vagy megnézzük a negatívot, vagy mi. Megvan. Nehéz volt azt a kamerát kiszedni, amit kád rakott az oda. Ja, elég jól leragasztotta. Ja, nem akartam, hogy leessen. Mert az nézte a könyves polcot. Akkor valószínűleg a káde szarta el. Akik ugye mi vagyunk jelen esetben. Oké, ez a három kamera. Elő kell hívni a filmet, akkor engedd meg, hogy én csináljam. Jó, van bármi, amit az Ultimate szobalány nem tud. Nem tudom. Tud filmet előhívni? Jó, meg ilyen asszisztensről megint. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez a izé. A... Ki volt a Danganronpa 2-be? A rózsaszín, az mondjuk nyúl volt, nem medve. Ja, hallottam mindent. Ha erre van szükségetek, hagyjátok rá. Mi van? De előhívva a képeket. Szóval ti nyomorultak. Koncentráltak a nyomozásra. Mert hogyha megbüntettek titeket, az nagyon durva lenne. Aha. Ja, mi te jó? Ja, ne... Avatkozz bele a... De leszarta. Adom egy súlycséhez, elvette a kamerákat. Ja, én egy... Már erős, érzékeny nő vagyok? Ja, ne! Ne becsüljetek le! Add vissza! Nem kell aggódni. Mindannyiunknak követik a szabályokat. Nem fog semmi, ugye, ártalmasat csinálni. Majd szólok, ha kész vannak a képek. Aha, tehát a... Tehát a monokidek, vagy ezek a monokabok, ezek segítenek nekünk ilyen cuccokba, hogy ne nekünk kelljen csinálni. A monofáni. És elment. Oké, ez fontos bizonyíték volt. Igen, ők nem fognak szarakodni a bizonyítékokkal, mert pont ez nekik az érdekes. Tehát, hogyha meg akarnának ölni minket, akkor megtették volna. Tehát nem fognak szivatni minket ezzel. Oké, biztos, lehet, hogy rendben van, mert azt mondta, hogy elérjük a képeket, és visszaadja. Meg azt mondta, hogy neki is követnék a szabályokat. Szóval nem hiszem, hogy bizonyítékot pusztítana el. Ja, mert ennek így rohadtul semmi értelme nem lenne, ha így lenne. Hát akkor is most választás, mint hinni neki. Fontos dolog hinni. Attól csak azoknak mutat kegyelmet, vagy könyörületet, akik hisznek. Ja, mi ez, mert ő a véristent imádja, vagy mi a franc. Vért a véristennek. Káde, tudom, hogy aggódsz, tehát az biznot kell bennem. Türelmesnek kell lennünk. Nem csak emiatt aggódok. Azt hittem, hogy az egésznek vége, amikor felfedjük a gorozselit, de most még nagyobb bajban vagyunk. Akkorában, amit végig kell néznünk, végig kell ugye csinálnunk együtt. Káde, van egy ajánlatom a számodra. Leszel a feleségem. Ha rendben van veled, dolgozhatnánk együtt a tárgyalás alatt, mint ahogy most is mi. Tárgyalás alatt. És hogyha én öltem meg, és hogyha te ölted meg. Suicsi. Gondolom az a Suicsinál egy ilyen randi meghívás, vagy ugye Danganronpában általában, hogy leszel a párom a tárgyaláson. Tudom, hogy csak egy tanonc vagyok, de... azt hiszem, hogy tudok neked segíteni, mint nyomozó.
Nem, én akarok neked segíteni. Saihara-kun. Saihara-kun. Persze. Mert az oldalamon olyan, olyan lesz, mintha 100 ember segítene. Arigato. Yeto. Fasza. Tehát ők most nagyon összemelegedtek. Ami vicces. Oké. Oké, kezdjük már. Oké, és próbáljátok meg komolyan venni, mert az életünk múlik rajta. Jej, ez a mugi. A cumugi. Oké, sok mentális energiapot telik, hogy valami ilyen vidám dolgot mondjak. Vagy mondjál, van itt, say something like that, so... Ja nem, hogy valami ilyesmit mondjál, ilyen vidáman. Miért elkezdjük, szeretném azt, hogy nem egyedül nyomoznánk. Miért? Ha az elkövetőt hagyjuk magában dolgozni, akkor lehet elpusztítja a bizonyítékokat. Igaz. Mivel az elkövető egyikünk. Ha mindegyikünk figyeli a másikat, akkor senki nem tud bizonyítékot eltüntetni. Nem akartam olyasmit felajánlani, ami további gyanút keltett, de... Nem, ez logikus. Beszélj, Kirumi. Ez nem valami olyasmire, amire büszkének kéne lenned, de... Nem sok választásunk van. Mert hogyha nem találjuk meg az elkövetőt, akkor mind meghalunk. Yep. Meg kell tennünk. Igen, tényleg ez is volt a taggarrompának a kulcsmondat, az a meg kell tennünk. Meg a nincs más választásunk, vagy minden. Oké, felfedjük ki volt, akkor ugye meglóghatunk, és akkor minden fasza lesz. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy a nyomozás az hogyan megy, mert... lényegében a korábbi részekben csak császkáltunk össze-vissza ugye az adott területen, mindenhova benéztünk és úgy találtunk nyomokat, és nem igazán voltak célra vezető ugye nyomok, hogy most hova kéne menned, hanem úgy mászkált és egyszer csak vége lett. Itt viszont nem tudom, hogy... Hát akkor menjünk, gondolom, erről az oldalról. Ugye, japán olvasási iránynak megfelelően. Oké. Okay. Ugye ez akkor itt csak a nyomozás csak egy helyszínre koncentrálódik. Oké, okay, ez a feljárat, ami a lépcsőhöz vezet közvetlenül. Itt jöttünk be, amikor megtaláltuk Rentarót. Oké, okay, itt jöttünk be Kaitoval és Tenkoval. Láttuk a becsukódó ugye szekrényt, aztán oda mentünk, megtaláltuk Rentarót. Kecsök Rentaró ugyanezzel az ajtó jötte be. Nem, mert a Rentaróék a... Hol a fenébe voltak? A játékteremben voltak, ami meg ez mellett van. És van egy másik, egy mellékajtó, ott jöhetett be. Ami közvetlenül ugye szembe van azzal, ahol most ő fekszik, ha minden igaz. Talán a gonosz zseni lépett be is. Oké, amint megtaláljuk a képet, vagy meglátjuk a képeket, amiket előhívtak, akkor majd minden tisztább lesz. Aztán akkor csak várhatunk. Oké. Okay. Jövök a többiekkel dumálni is tudunk. Front bookcase. Oké, okay, könyvek mindenféle témában. Nem úgy tűnik, mintha bármi változott volna, mióta felraktuk a kamerákat. Hora! Ja, a könyveket, amiket felraktál, azok sem mentek sehova. Tehát azok sem mozogtak, vagy azokat sem bolygatták. Jó, amit felrakt, az egyáltalán nem gyanús, hogy vannak ott azok. Ja igen, amiket azért raktam oda, hogy az emberek ne tudjanak átmenni a szellőzőn. Ja tényleg, azért csinálta. Azokat is béké hagytak, tehát a szellőző senki nem jött be. Yep, stacked books! Oké, okay, ez fontos. Truth bullettet szereztem. Mert itt lehet aktiválom. Ezt így könnyebben látom, hogy mit kell nézni. Na, Rioma, mondjad, hogy mi van. Hát?
Ha te vagy az Ultimate Detektív. Akkor már van... Akkor már ugye az elkövetőre van valami tippen, ugye? Be? Tánom jó. Gondolják, hogy ki a szerinted az elkövető. Nem bánom, hogyha csak egy tipp. Én is tudni akarom. Nem voltatok semmit igazából. Biztos van valaki, akire egy kicsit legalább gyanaks szól. Jare, de ne. De félsz tőle. Félsz valakit gyanítani, ugye? Nekem így tűnik. Kedolyó. De ahogy a dolgok állnak, nem lenne jobb legalább... gyanakodnod egy kicsit a többiekre? Hadd figyelmeztesselek. A világ úgy működik, hogy azok, akik beszélnek, győznek. Az igazságot könnyű, ugye, kicsavarni. Ez mondjuk igaz. Tehát, hogyha csak kussolsz, akkor körülötted, ugye, azok, akik beszélnek, fogják meghatározni, hogy mi fog történni többek közt veled is. Ahhoz, hogy meg... javítsd a kicsavart igazságokat, vagy sokkal erősebb lesz szükséged. Mit értesz ez alatt? Egy puskára! Kiocke ne? Úgy értettem, hogy a vallomások bizonyítékok nélkül erőtlenek. Ezek a Shoichi az úgy nézett, mintha életében először hallana ilyesmi. Oké, földgöm. Mire jó a földgöm? Rejtélyes gömb. Nem hiszem, hogy bármi köze van az incidenshez. Ki tudja? Oké, van létránk. Szekrény, meg a többiek. Oké, akkor nézzük a létrát. Oké, ezt a létrát arra használtam, hogy ugye a könyveket a szekrény tetején rendezgessem. Semmi különös. Oké. Kirumi, mi a te véleményed az egészről? Miért nem lépett elő az elkövető, hogy ugye kihasználja ugye azt, hogy elmehet tárgyalás nélkül? Be? Ugye az elkövetőnek ölnie kellett az, hogy túléljen. Szóval furcsa, hogy nem lépett elő. Igaz. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent? Több lehetőséget is látok. De a legrosszabb eshetőség az, hogy az elkövető nem akart túlélni, hanem mindenkit meg akart ölni. Na, erre nem is gondoltam mondjuk. Melyikük akkor a beteg állat? Hát egyet tudok elképzelni, és az ugye a hülye gyerek. Mindenki nagy kedvence a komment szekció alapján. Ugye a... nem is emlékszem, hogy nem... Kokichi? Ja, az... Őt el tudom képzelni, de... Nem tudom valószínűleg, hogy... Miért akarna bár mindenkit megölni valaki. Igen, ezt megmagyarázni, hogy miért részesített előnyben a tárgyalást, ugye a túléléssel szembe. Hát ez egy kicsit durva nekem. Hát, hogyha az elkövető a gonosz zseni, akkor ez simán akkor elfogadható. De ez hülyeség megint. Hát jó, ők nem tudják, de én tudom, hogy a Monokuma azt akarja, hogy az egész játék menjen sokáig. Szóval nem igazán... Nem tudom. Igen, igaz. Igen, hogy megöljön mindannyiunkat, az pont valami olyasmi, amit ez a gonosz zseni csinálna. Szóval nem veszíthetjük el a küszövet. Valamiért nagyon... A Kirumi az egén nagyon, hogy mondják ezt, ilyen... Eltökélt lett. Oké, még ezen a különös ösvény is meg kell találnunk az utat. Oké... Biztos vagyok benne, hogy ezt nem kell elmondom neked, de... Nem kéne megnézzük Rentaro testét? Igen. Hogyha jobbakat akarunk találni, akkor meg kell.
De ha az túl sok neked kell, ugye, akkor nem kell neked. Nem, meg tudom csinálni, mert én vagyok a zongorista lány. Oké, akkor csekkoljuk meg. Oké, akkor elmentünk Rentaro testéhez, lássuk. Utoljára, amikor Rentarót láttam, akkor élt, és hát jól volt. Mondjuk megérdemelte a rohadék, mert információkat tartott vissza. A hülyeségével, úgyhogy nem érzem az elvesztését nagyon fájdalmasnak. Oké. Miért itt halt meg Rentaro? Fejére esett egy vasgolyó azért. Vagy érte az, hogy itt halt meg. Hogyha Rentaro nyitotta ki a szekrényt, az azt jelenti, hogy ide jött ugye a szekrény kinyitása után. Elment ugye a titkos ajtótól erre a helyre. De miért? Ugye, hogy miért jött ide konkrétan, ide a szekrények közé. De senki nem mozgatta a testét. Nem áll össze. Lehet, hogy harcolt. Tehát ide lökték, bár annak... Hát igen. Jól vagy? Elsápadtál. Tüzetelni fog. Valaki valami igazságot mondott. Például az, hogy elsápadtak el, de gondolom. Azt hiszem, ez normális. Meg kell nézzük a testet. Oké, a test az valaki volt, aki élt. És beszélt hozzánk nem is olyan régen. Oké, mindent meg kell tennünk, rendben lesz. Nem csak Rentaroért. De csak azért, hogy meg tudjuk őt bosszulni. És hogy azért meg tudjuk védeni mindenki mást. Meg kell győzni gonosz zenét, blablabla. Oké, Kade, segítek neked, ahogy tudok. Támogatlak ebben a nyomozásban. Hát. Mert én ilyen nyomozó vagyok, vagy mi. Vagy mi. Te nyomozó vagy, emlékszel? Ja, tényleg. Őristen. Szörny, menjetek szobára vagy valami. Na lássuk. Aktiváljuk a nyomozó nézésemet. Oké, tehát nem sok mindent tudok itt megnézni. Oké, a vasgolyó. Oké, lehet, hogy ez raktárból jött az első emeletről. Véres. Hát persze, hogy véres. Ez gyilkos fegyver. Nem látok semmi mást, amit lehetett volna még használni. Oké, ez így elég nehéz. Elég erősnek kellett volna lenned ahhoz, hogy tud használni. Káde nem tudta használni. A Rioma tudná használni. Ugye, mint potenciális elkövető. A Káde önmagában nem tudná használni, de a gravitáció erejét felhasználva használhatta valaki. Meglehetősen erősnek kellett lennie. Oké. Megkaptam a golyót. Nézzük meg a teste. Oké, tudom, hogy megkérdezzük a testet, de nem tudom, hogy hol kezdjem. Oké, majd akkor én. Oké, mindenféle hezitás nélkül megnézte Rentaro testét. Lássuk. Oké, a feje hátsó részén van. Egy elég mély seb. Hát betört a feje, az mennyire mély legyen. Oké, tompa, ugye tárgyal találták el, nem látok más sérülést. A monokuma fájl az úgy néz ki pontos, ez a halálos sérülés. Szóval bízhatok a monokuma fájlban? Egyelőre. Oké, ez a Shuichi áttúrta Rentaro sebeit. Mit csinálsz? Letapperolom a holttestet, mit csinálnék? Azt nézem meg, hogy van nála bármi más. Hogyha ezt végigcsináljuk, akkor alaposnak kell lennünk. Jó, hogy mondhatsz ilyeneket egyébre maga biztosan? A hullák letapperolása. Az is része a dolognak. Majd szok hozzá kell, de tudom, hogy te úgy vagy a garompában, de ez így szokott lenni. Oké, Kelde, szedd össze magad! Oké, Rentaronál volt a szobája kulcsa, meg a monoped. Ez a monoped az övé, ugyanaz a modell.
Nem volt nála kártya? Tehát kulcskártya, vagy minek hívják ezt? Moskoste. Én is erre gondoltam, de nincs. Akkor Rentaro nem volt a gonosz zseni. Igen, mert az nyitja a titkos ajtót. Ha ő lett volna a gonosz zseni, nem jött volna ide a kártyája nélkül. Abból, amit most tudunk, ez legvalószínűbb. Miért volt itt Rentaro, hogyha nem ő a gonosz zseni? Látja, uram, ez a legjobb kérdés. Tehát nem volt nála semmi. Kada, jól vagy? Végeztünk a testtel. Menjünk innen, oké? Okay? Ja, bocs. Jej, megnéztük a hullát. Valami zavar. Miért jött Rentaro a könyvtárba? Ez egy jó kérdés. Úgy tűnik, hogy nem ő volt a gonosz zseni. Mi volt az oka, hogy ide jöjjön? Biztos amiatt, amit korábban mondott. Flashback! Oké, hogy nem arról van szó, hogy ugye kijátszunk másokat a játékban, hanem az, hogy véget vessünk magának a játéknak. Ez a valódi cél. Véget vetti a játéknak. Moskoste. Akkor lehet, hogy észrevette a titkos ajtót a könyvtárban, hogy mi is? Ugyanarra a következtetésre jutott, mint mi, hogy ide fog jönni a gonosz zseni. Ugyanaz az ötlete volt, mint nekünk. Ja, igen, nem már, el kellett volna mondani nekünk. Igen, mert mi is elmondtuk mindenkinek. Együtt dolgozhattuk volna. Azt bírom, hogy így oldal, hogy eltűnt a képe. Hogy a földre roskadtam. Isten! A frusztrációs húja alatt. Nem kockáztathatta meg, hogy elmondja nekünk. Mindenkire gyanakodott. Már nekem itt vagy te kell, de Rentarónak nem volt senkije. Valószínűleg ez volt az egyetlen különbség közte és köztem. Oké. Mondta és kinyújtotta felém a kezét. Megfogtam a kezét. És ő fölhúzott alá. Miért zoomolt ránk? Sírok el, de. Káde, menjünk! Nem pazarolhatjuk az időt. Nem fogod ugye feladni. Meg fogsz mindenkit menteni, meg minden. Úristen. Legalább azt nem lehet róluk elmondani, hogy nem fogták meg soha egymás kezét. Ellenben viszont Susan fognak meghalni. Meg anélkül, hogy bevallották volna egymások az érzéseiket. Főleg azért, mert a Káde folyamatosan friendzónolja a Shoichit. Igaza van. Nem adhatom fel most. Saihara-kun. Köszönöm. Úgy érzem, hogy sokkal inkább támaszkodhatok rád. A social link, meg minden, mint a personálban. Shoichinek igaza van. Nem adhatjuk fel, amíg nincs vége. Nem lehetek depis örökké. Segítenem kell mindenkinek kijutni innen. Folytatnunk kell a nyomozást. Meg kell találnunk a gonosz zsenit. Oké. Aktiváljuk a szuper kislány zongorista nézésemet. És menjünk tovább. Köszönjük, hogy a Shoichi van. Emlékszel, hogy mit láttunk, amikor bejöttünk ide? Ja, egy hullát. Ja igen, hogy mozog a könyves szekrény. Ja, hogy magától mozog a könyves szekrény. Senki sem ért hozzá, szóval mégis ez hogy történt? Hát, automata talán? Igen, ez valójában attól függ, hogy működik a szekrény. Oké, elmozgatta ugye a szekrényt, hogy a titkos ajtót feltárja. Rebből. Oké? Okay. Ezt nézd meg!
Ha elengedem a szekrényt, elengedte, aztán kicsit vártunk. Ember. Mondom, én magától csukódik be. Szóval, gyakorlatilag, hogyha Rentaro ki is nyitotta a szekrényt, és utána valamilyen okkult kabbalisztikus okból elment onnan abba a sarokba, akkor a szekrény automatán becsukódott volna magától. Szóval lehet, hogy senki más nem volt itt benn vele. Igen, egy idő után az ajtóm automata becsukódik. Ennek így teljesen van is értelme. Mert hogyha nem raknál vissza magát, akkor ha bementél, ugyanúgy ott maradna. Igen, be kellett, amit bementél. Oké, mozgó szekrény. Oké, okosabbak lettünk. Uha, nagyon rázumolt a KD-re. Úristen, az teljes agykapat, ezt az összes zongora billentyű alakú idegsejtjét használja, hogy gondolkodjon. De várjál, hogyha a szekrény bezáródik magától, miután bementél. Az ok, amiatt a szekrény becsukódott, az az volt, mert a gonosz Jenny az ajtó mögött volt. Mint a megölt Rentarót. Átment ugye a titkos ajtón. Ez lehetséges. Nézzük meg. Hogy nézzük meg? A kártyaolvasón a por. Hát. Oké. Okay. Ez is. Ja. Látjátok, a Shuichi nem teljesen hülye, csak... Hát nem... Nem a tudós klub rendes tagja feltétlenül. Legalábbis más témákban, mint a nyomozás. Oké, okay, lássuk. Megnéztük a részt a kártyaolvasón. A por még mindig ott van. Hájjaj! Nem használták. Szóval nem ide bújt az emberünk. Mi van, hogyha kicserélte a port, miután használta a kártyaolvasót? Nem. Emlékszem, hogy rakta a port. Nem mozdít, nem bolygatták. Azt hiszem, hogy feltételezhetjük, hogy nem ment át senki az ajtón. Akkor aki kinyitotta a könyveszekrényt, az Rentaro maga volt? Oké, okay, vissza vagyok, csak megjött az ebédem. Közben. Oké. Okay. Nem voltatom biztosra. Akkor tudjuk meg, hogyha megnéztük a képeket. Oké. Okay. Varázsé, hogy valaki más bujkált. Oké. Okay. Oké, okay, még mindig úgy hiszem, hogy a gonosz zseni az elkövető. Csak meg kell találnunk a nyomokat, amihez kapcsolódik. És akkor véget vettük az egésznek. Oké, okay. Szóval... Szekrény! Lehet, hogy erre már nem kapunk semmit. Oké, okay, majd zárva van. Biztonsági szendőt raktatok a szekrényre, ugye? Ja, mi mindig ott kéne lenni, hadd nézzem meg. Fölmesz ott a izőjére, megnézzük, oké. Okay. Mindig itt van. Akkor most leszedem. Otto. Az oké, okay, hogy leszeded, de nem fog a vevőegység bejelezni? Ja. Nem, lekapcsoltam. Le tudod kapcsolni. Igen, lekapcsoltam, amikor lejöttünk ide. Gondoltam, itt lehet még az elkövető, ezért nem akartam figyelmeztetni azzal, hogy megint bejelez. Okos gondolkodás. Oké, okay, receiver. Oké, okay, akkor beszélgessünk a Miyumi újsággal. Kanembuse! Crutch each! Ja, ne beszélj hozzám! Ezt mondja, baromira elfoglalt vagyok. Bírom a Miyut már csak azért is, mert mocskos a szája, meg a fantáziája is. Oké, okay. Miyu továbbra sem vett rólunk tudomást, míg buzerált a kontrollert. Are? Az mire való? Ah. Dun dun dun! Ez egy prón. Egy prón. Anosa! Nem akarok közben magyarázni, de nem úgy értetted, hogy drón. Te Yuka...
Mert hogyha prón lett volna, akkor összeállna a Ganglion szövetséggel, hogy elpusztítsa a emberiséget. Ezt az animét nem láttam. Fogalmam sincs, miről beszél. Nekem sincs. Várjuk, az a kontroller. Dick cheese. Erre lenne egy jó fordításom, de inkább nem mondom. Most már érted? Ja, idegesítően vihogott, és felfelé felmutatott. Mitaka! Are ga tensai bijin hatsumeika! Iruma Miyu-sama ga tsukuridashita! Ja, hogy legeltessétek a tekinteteteket, ugye a csodálatos lányzseni Miyu Irumának a legújabb találmányán. Miyu, ez csak egy drón. Domonda! Ez egy drón, most már drón. Dakara drón datte! Mondtam, hogy drón. Domonda to Shining to ka Gotto no norite no King of Heart ni natchau yo! Ha drón lenne, akkor vérszomja szörnyek falkáját vezetni. Mondjuk ez azért vicces, mert ugye a prón, meg dróm, és akkor mindent mondott a Cumugi, hogy ez meg az, hogy gyakorlatilag ha egy szónak megváltoztatod a betűit, vagy egy kicsit a egy-két betűt kicserélsz, akkor az már tuti, hogy valahol valamit jelentett korábban. Nem értem. Oké, Káde, én se. Mikor volt időd ezt megcsinálni? Elkezdtem unatkozni, miután befejezted neked a kamerákat, azért módosította egy ilyen távirányítású repülőt. Mocsiron! Kamera tószai de szatszéj mo baccsiri daze! Ja, még raktam rá kamerát, és így tök jó leégi fotókat tud csinálni. De Miyu, ebben semmi új nincsen, ez egy drón kamerával. Szó, szakszára, mitorizu daro? Sasin de szélkakuna mitorizu otszkuró to omotte na? Onnan használom a képeket referenciának, hogy alaprajzot csinálják a nyomozáshoz. Így megúszom, hogy bármilyen ugye valódi ugye nyomozói munkát kell csinálnom. Fasza. Erre mondták nekem az egyetemen, hogy a technikát, ugye a technológiát, azt az emberi lustaság alkotta. Ez király, segíteni fog a nyomozásban. Egy probléma van. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy drónt vezessek és képeket is csináljak vele. Ja, erre nem kéne büszkének lenned, és hogyha nem sietsz, akkor a nyomozás véget fog élni. Azzal nem tudok szar se kezdeni. Szóval nyugtasd le a kis cickóidat és fogd be. Ja, fogd be te! Úristen! Két nő segget cserél. Ja, hogy az én melleim sokkal jobbak, mint a te borzasztó nagy ilyen emlőid. Milyen csúnyákat mondanak egymásra. Két nő segget cserél. Ja, mi az? Hát az others az ugye a tehén csecs. De itt ilyen emlőnek fordítom inkább. Ja. Mindig elkezdesz rinyálni, amikor valaki visszavág neked. Mekkora egy pulci vagy? Bírom a Miyut nagyon. Oké, Mogi! Nem tudom, ki ölt meg Rentarót. De az biztos, hogy Monokuma hibája. Mert ránk kényszerítette a dolgot, és ez történt. A motiváció, amit adott, az is része. Meg az a furcsa zene is. Ja! Nem tudom, annak köze van-e bármihez. Olyan magas hangerő játszotta, hogy rosszul lettem tőle, és és ölni akartam. Borzasztó volt, azt hittem megőrülök. Fogadok, hogy valaki akkor érezte a nyomást, hogy megölje a Rentarót.
Minden Monokuma hibája. Hát ez hülyeség, hát nem hiszem, hogy ilyen high-tech zenei nyomással kergetett minket őrületbe az utolsó pillanatban. Az aztán tényleg egészen furcsa lenne. Habár, spoiler, hasonló volt a Danganronpa animben, ami ugye a Danganronpa 2 után játszódó animben. Abban volt egy hasonló, ahol ilyen ilyesmit csináltak, de az nézzétek meg az animet, akkor tudjátok, hogy mire gondolok. Megkeltünk a boros elét, hogy ez az utolsó gyilkosság, ami történik itt. Hát, ki kell, hogy ábrándítsalak, Mugi, mert ez még csak a chapter 1, és 6 chapter van. Szóval, ez nem lesz ilyen egyszerű. Ráadásul még ez csak egy ember halt, ugye volt olyan, szokott olyan is lenni, ahogy ketten halnak, meg ilyenek. Oké, promotional video BGM. Oké, akkor ugye ez az is fontos. És akkor hátsó ajtó. Illetve oldalsó. Vagy hátsó rare, akkor hátsó. Oké, a lépcsőtől legtávolabbi ajtó. Egyébként ez az ajtó, látod? Kinyílik, ha elhúzod. Hát ezért hívják ajtónak. Igen, láttam. Gondolod, nem tudom, ezen jött be? Nem tudom biztosan. Amíg nem kapjuk vissza a képeket. Igaz. Várnunk kell. De tuti. És monitor. Oké. Okay. Az időlimit, hogy elkezdődjön az... A gyilkosjáték majdnem lejárt. De aztán a számlás megállt, és valami hülye zaj kezdett el játszódni. Idegesítő zaj. Egy? Ja nem, hogy megállt, és akkor azután kezdődött a zaj. Kíváncsi vagyok, hogy mi történt volna, hogyha az időlimit lejár. Mindannyiuknak felrobban a feje, vagy nem tudom. Beszéltem mindenkivel, beszéltem vele. El tudok innen menni? Nem. Oh yeah! Igen, ez az. Szellőző. Oké, a szellőző nyílás nyitva van. Én voltam az, aki levette a rácsot. Igen, és mi ott figyeltünk az osztályterembe, ahova a szellőző ment. Nem hiszem, hogy az elkövető onnan jött volna ki, vagy be. Igen, ez igaz. Library vent. És... Tan! Jaj! Oké, megnéztük az egész könyvtárat. De még mindig nem tudunk semmit se. Úgy érzem, hogy nem jutottunk közelebb semmihez. A legfontosabb bizonyíték azok a képek, amiket visszakapunk. De addig... Nem maradhatunk itt és nézegethetjük egymást és nem csinálhatjuk a semmit. Nyomozzunk tovább. Hogy? Alibit kell keresnünk. Meg kell tudnunk, hogy hol volt mindenki akkor, amikor Rentarók megölték. Akkor kit kérdezzünk? Oké, tehát 6 ember... ment le a pincébe. Rentaróval. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, NG és a Himiko. És utána a Kaito és a Tenko az kijött utána és velünk volt. Nekünk van alibink, legalábbis nekem van alibim. Én voltam ugye az osztályteremben, de a Shoichi meg elment onnan egy időbe. A játékterembe kellett volna menniük Rentaróval. Kérdezzük meg őket. Oké, keressük meg őket. Menjünk át a játékterembe. Aha. Tehát ők utólag jöttek ide. Várjunk, tényleg miért mentem mindenki innen? Gondolom, mert
Igen, tényleg ott a drónja izének. Gondolom, mert játéktechnikailag, ha mindenki itt lenne, akkor kicsit zsúfoltan lennénk. Oké, tehát, ha belegondolok, várjunk. Hogy hozom elő? F1? Yep. Tehát, ha végignézzük, ugye nekem van alibim, mert én voltam az osztályteremben. Tehát a kádet tuti nem csinálta, mert ő végig az osztályteremben volt, láttuk, nem ment le sehova. Akkor, akinek nincs alibije, az úgy néz ki, hogy a Kirumi. Talán a Tsumugi. A Miu. A Shoichi volt velem egészen addig, amíg lementek a többiek a pincébe. Ő utánuk ment, azt hiszem azzal az indokkal, hogy... megnézze, hogy nem mennek-e be a könyvtárba. Tehát a Shoichi az elég gyanús. Ugye Kaito az velük volt, Ryoma az... nem tudom... ugye meghalt eléggé. És így is van, hát elég sok van így is, akiről nem tudjuk, hogy mi van. Na de akkor, tipli. Át a játékterembe. Shoichi is gyanús, mert ő elment. Azt hiszem, akkor mondtam is, hogy ez eléggé gyanús, ha jól emlékszem, ez az. Oké. Akkor most mindenki kösse fel a harisnyáját. Hello, Maki. Maki! Ő a... hát a, az a szerelmem, aki kéreti magát, meg mindig beszól valami. Maki! A játékterem voltam, amikor megölték Rentarót. Mi csináltatok ott mind? Rentaro veletek volt? Gyanúsított vagyok! Nem beszélek veletek az ügyvédem nélkül. Nem így értettem. Pedig gyanúsítanatok kéne engem. Sőt, mindenkit gyanúsítanatok kéne. Valaki meghalt, miután összegyűltünk itt. Az időzítés túl tökéletes. De, hogy az időlimit ilyen közeli, talán emiatt történt. Nem így senki meghal, de. Vagy veszélyíteni fogsz. Érted? Wow. Miért figyelmeztet így, és mégis úgy érzem, hogy nem szeret engem? Egyáltalán nem tudom olvasni a Makit. Látott egy holttestet, és teljesen nyugodt. Mert ő ilyen szuper akármi, meg hát piros a szeme, hát ugye tudjuk, hogy mi van azokkal, akinek piros a szeme. Ugye... kinek volt piros a szeme a Danganronpában? A Celeste-nek, és a Pekó Pekónak. Az a baj, hogy mind a ketten meghaltak. Tehát azt hiszem mind a ketten gyilkosok is voltak. Nem túl jó kilátások rád nézve, Maki. Ja, elég nehéz elképzelni őt úgy, hogy az Ultimate Charger kívül. De miért voltatok itt mind? Eleve. Kaito ötlete volt. Stratégiai gyűlést akart tartani, és össze akart hűtni mindannyiunkat. Azt mondta, hogy szembe kell szállunk Monokumával, mielőtt az idő lejár. Ups, meglöktem a popfiltert, ez nem része a játéknak. Összedett 7 embert, és... akiről azt gondolta, hogy hasznos lehet harcban. Miért ezt az arckifejezést vágja ilyenkor? Hét ember. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Enji és Rentaro. Bár a Himiko az miért lenne hasznos harcban? Hát neki nincsen manája, meg semmi, folyton ezt mondogat. Az Enji meg miért? Mert ő meg ilyen szektás, aztán föláldoz valakit a véristennek? De én nem vagyok biztos benne, hogy azok heten hasznosak lettek volna a harcban, legalábbis nem mind a heten. Kaito azt gondolta, hogy Himiko mágiája és Enji kapcsolata Atuával az hasznos lehet. De mi van veled, Maki?
Miért választott téged? Bakabakasi. Mert rám nézett és azt mondta, ja, te valószínűleg tudod, hogy kell harcolni. Miért? Mert hosszú haja van, meg harisnyája. Meg vörös szeme. Meg szépségkötje is van. Ennyi. Mondjuk ez pont úgy hangzik, mint amit Kaito mondana. De miért a játékterembe tartottok a pincében a stratégiai gyűlés? Mit tudom én? Talán az gondolta Kaito, hogy itt nehezebben talál meg Monokuma. Tehát csak véletlenül. És mit csinált Rentaro? Ő is itt volt? Először igen. De aztán kiment a mosdóba. Ja, ki kéreckedett a mosdóba, aztán elment. Kaito és Tenko elment utána, hogy megnézzük, mi van. Hogy befejeztessék a gyűlés, miért az idő lejár. Ez akkor történhetett, amikor... Te mit csináltok itt? Ja, igen, amikor... Amikor összefutottunk velük. Akkor ti mind négyen itt vártatok csak a játékteremben. Angie, Himiko és én itt maradtunk. Gonta soha nem jött velünk. Várjunk, tehát ő is lejött a pincébe. Nem volt veletek. Lejött, de bezárta magát a, ugye az AV roomba. Egyedül. Várjál! Az AV roomba be lehet menni a játéktermen keresztül, és az AV roomnak van egy kijárat a hátul, de az be van ragadva. Tehát a Gonta vagy soha nem hagyta el az AV roomot, hogy megölje a Rentarót, hogyha az ajtó nem lehet kinyitni. De ő a Gonta baromi erős, ő ki tudta volna nyitni simán az ajtót, tehát lehet, hogy a Gonta ölte meg. Antatte. Ja, furcsa viselkedés, ugye? Mások is így érezték. Viszont az AV room tele van dokumentumfilmekkel, bogarakról többek közt. Tehát lehet, hogy csak nézni akart bogarakat, ha már nincsenek ugye az iskola területén. Etto. Ja, milyen másik kettő? Miért te vissz az AV roomba? Még utána ott vannak. Oké, Maki. Mit mondasz erre, Shuichi? Oké. Akkor menjünk oda. Az AV roomnak van egy hátsó ajtója, ami nem nyílik. Oké, Gonta, itt a Kaito. Matteo! Várjatok, Gonta, nem ölt meg senki! Már mondtam, hogy nem azt mondtuk, hogy megöltél valakit, csak beszélni akarok. Nem, ő volt az. Ja, egy gyilkos arca van rajta. Szomna! Ja, ne ítéljétek meg Gontát a külső alapján. Ja, belül Gonta egy úri ember. Ne! Mi folyik itt? Hey, Kade! Csak próbáljuk megkérdezni, hogy... Nyeee! Ja, mondd el nekünk, ameddig még szépen kérjük. Ja, te vagy nem te vagy az elkövető? Vagy te nem vagy az elkövető? Vagy te nem vagy az elkövető? Ode? Gonta, Most ezt megy egy ideje már. Nem jutunk előrébb. Azt hiszem a kérdéssel van a probléma. Megváltoztatom a kérdést. Oké. Timi vesz 5 epret 50 centért és egy almát. Ez meg nem a témahoz tartozik, Himiko. És csináld meg a saját matek házadat egyedül. Beszéltem Makival korábban, Gonta. Ben voltál a pincében az AV roomban egyedül egész idő alatt, ugye? De mit csináltál? Gonta örült, hogy meghívták a gyűlésre, de Gonta úgy érezte, hogy nem segít sokat, mert nem okos. Mushi-sanga. Szóval Gonta ide bent ugye bogaras filmeket nézett. És azt, hogy segít. Ugye a bogaras filmek fektöltik Gontát
harci kedvel. Így gondta kész lesz harcolni Monokumával. Szóval segít küzdeni. Oké. Okay. De mojó. De miért volt zárva? Mi volt zárva? Nem válaszolsz őszintén, akkor lányjá változtatlak. Gonta nem változhat lány Gontává. Akkor Gonta soha nem lehet úriember. Himiko, befognád végre egy picit? Ez nehezebbé teszed, mint kéne. Oké, mi történt utána? Koncentrálni kellett Gontának. Ha Gonta nem tud koncentrálni, akkor Gonta nem tud ugye harci kedvel feltöltődni. Ennyi. Gonta csak meg akar védeni mindenki. De ti nem fogtok hinni Gontának. Mert Gonta nagy és ijesztően néz ki. Ja, nyugi, ne csinálj, ne csinálj ilyen képet. Gonta olyan tehetetlennek érzi magát. Oké. Oké, halva történetét most már értem, hogy miért gyanakodnak rá. De kíváncsiak, mi történt valójában. Ő lenne az elkövető? Oké, nézzük itt egy kicsit jobban körül, hogy a Gonta alibiért megbizonyosodjunk a Gonta alibiéről. Oké. Szóval... az a nagy harci helyzet. Hogy én itt benn már jártam. Gontava! Igen. Oké, levarázsolod a ruhákat a hazudokból. Ja, Gonta nyilvánosan pucérkodik, akkor úgy nem lesz úriember. Magbál be Himiko. Fölpafozzál Himikót. Oké, na lássuk. Tehát eleve, ha megnézzük a szekrényeket, akkor látjuk, hogy igen, itt vannak ilyen cuccok. 1900 legendája. Ezt mindig is látni akartam. Abban az az ongorista van, akinek olyan szem van, mint a döglött halnak. Ja, az a film, a zenéje miatt nyert egy csomó díjat. Ja, ugye azt mondta, hogy az amerikai közönség ugye a zenéjétől ugye könyvben ugye elsírta magát, és mondja, hát az amerikaiak hajlamosak emocionálisak lenni. Oké, mi van még itt? Megfogta egy filmet, csak úgy. Amin egy pucér férfi és nő volt. Itt van pornó is. Találtál valami jó filmet? Semmi gyanúsat. Nézek máshol. Mi van, mit láttál? Semmit. Csotto! Kade, kezdesz pánikba esni. Ja, nyugodtan mondd, ha találtál valami nyomot, nekem elmondhatod. Hadd nézzem. Ne gyere ide. Csináltak Rocky. Pár perccel később. Végignéztünk egy pár perces pornót. Oké, vörös fejjel néztük a padlót. Áristen, porno! Megmondtam. Ez biztos a Suicsi elmentette fejbe, hogy itt ez van. Nézzük valami mást. Oké, akkor az nem volt nyom. Másik oldal. Oké, az sem. Akkor talán itt. Ugye, ha nézett valamit, akkor eleve ben kéne lennie. Nincs benn semmi. Oké, akkor az ajtó. Ez van elvileg zárva. Oké, ez a másik ajtó. Oké, ez a folyosóra nyílik. Nézzük meg. Kinyitom. De nem nyitott ki, mert be van ragadva. Nem nyílik ki. Nem jól rakták a helyére. Csak a karom fér ki. Oké, nem lehetséges ezt az ajtót használni. Igen, ha Gontáról van szó, akkor nem szabad, hogy az ajtó be van ragadva. Ja, mert szétkapnál, mint a... pillanatok alatt az egészet. Igen. Szóda, na.
Igen, meg tudná enni reggelire azt az ajtót. Sonna koto shinai yo! Gonta nem eszik ajtót reggelire. A reggeli az fontos. Fontos étkezés ugye egy úriember napjában. Egyetértek. Ja, gondolt, hogy Gonta meg tudná enni az ajtót? Nem. Nem hiszem, hogy enne ilyet. Nézd meg ezt. Por van ugye az ajtónak a sinnyén. Ezt az ajtót már egy ideje nem nyitották ki. Úgy ez ki, a por az egy ilyen fókuszában van a játéknak most, az egy nagyon fontos, nem? És akkor egyszerűen csak kitépte az ajtót eléről. Nem lehetséges. Vagy átpréselte magát, esetleg egy baseball labda férne ott át. Egy kartán átférne, ha elég vékony lenne. Akkor talán mágiát használt. Hogy lekarcsúsítsa magát. Matteo! Gonta nem tud mágiát használni. Há, én tudok! Oké. Ezeknek a kettőnek semmi hasznos információja nincsen. Mi van? Csak valamit meg akarok nézni. Megpróbál kinyitni az ajtót még egyszer. Aki kinézett a nyílásról, mormogott valamit. Gondoltam. Látod a másik ajtót a könyvtárban innen? Oké, az pont szembe van ezzel. És? Nem hiszem, hogy számítana, de egy kicsit zavaró. Zavaró. Várjál! És azt akarjátok nekem mondani, hogy bejött valaki az AV roomba, kinyitotta ezt az ajtót annyira, amennyire tudta, fogta a vasgolyót, ami átfér azon a résen, és nyomott egy headshotot a Rentaro-ra az ajtó túloldalán? Hát ez azért nagyon kemény, tehát ez nehogy már. Azt hiszem mindent megnéztünk itt is. Akkor most mi legyen? Kérdezzük meg a többieket, ők mit tudnak. Még van egy ember, akivel nem beszéltünk. Már rég végeztük volna, meg lenni neki képek. Akkor nem pazarolnánk az időnket. Már tudnánk ki a gonosz zseni. Igaz. De nem kéne csak itt átsorognunk és nem csinálj semmit. Igaz. Hát. Akkor... Kaito! Ja, nem hiszem, hogy ez történt ugye a stratégiai gyűlésünk mellett. El tudnám mondani még pár dolgot erről a stratégiai gyűlésről? Összegyűjtöttem mindenkit, hogy tehetkozzatok a pincében. Várjuk, akkor sem vagyok a gyanúsított? Várjál, én nem. Ja, nem, természetes, hogy gyanakszol rám. Nem vagyok az elkövető. Az univerzumra esküszöm. Ja, nincs mit rejtegetnem. Szóval... bármit kérdezhetsz. Oké. Oké, akkor hogy van lehetőségünk, akkor nézzük vissza az egész incidensre együtt. Kaito velünk jött a helyszínre. Szóval lehet, hogy észrevett valamit, amit mi nem. Oké, hol kezdjük? Miután én is kell, de felállítottuk a kamerákat. Az osztályteremből figyeltünk. Eltelt egy kis idő, aztán láttuk titeket lemenni a pincébe. Mikor kezdtél embereket megkérni arra, hogy meled menjenek? Nem tudom pontosan. De egyesével kérdezgettem őket, és utána együtt mentünk. Akkor láttuk. Igen. Te, a Gonta, Makitenko, Enji, Himiko és a Rentaro. Cuka! Most, hogy mondod, a monitorok akkor kezdtek ebbe kapcsolni, amikor ez mielőtt ez megtörtént. Aztán az a para zene eléggé nehezítette a gyűlés. Oké. Mindenki lement a játékterembe, erre a gyűlésre, és senki nem ment a könyvtár. Igen, mindenki a játékterembe ment. De azután, hogy bementünk, Gonta bement az AV roomba, és nem jött ki.
Igen, ezt Moki mondta. Aztán gyűlésre a Trentra elment a mosdóba. De utána azt gondoltuk, hogy a gyűlésnek nem kéne abba maradnia, szóval én és a Tenka utána mentünk, és akkor találkoztunk. Mi meg lejöttünk a picivel, mert arra a vevő egység megszólalt. És mielőtt kinyitottuk volna az ajtót, ti szóltatok. Szóval... Miután ti és Tenko elmentetek, Himiko és Maki még mindig ott voltak. Oh? Ja. Dömo jó. De azt nem tudom garantálni, hogy Gonta még is ott volt mindig. Szokta. Igen, még a Gontának az alibiét nem tudtuk biztosítani. A könyvtár hátsó bejárata az a folyosó végén van. Látta bárkit? Nem láttam jól, de biztos vagyok benne, hogy észrevettem volna. Okay. Kinyitottam az ajtót, veletek, megtaláltuk Rentarót. Oké. Okay. Nem tudtunk meg sok újat, ja? Oly. Szóval nem vagyok tisztázva. Ja. Ne aggódj, nem vagy valószínű elkövető. Fagero! Ja, egy nyomozónak nem kéne ilyesmit mondani. Mi? Iga. Ja, hogyha gyanítasz engem, akkor végig kéne vinned. Ja, addig nyomozni, amíg elégedetlen vagy. Ha nem csinálod meg, akkor soha nem éred el az igazságot. És Rentarról sem ér halt. Oh! Itt kéne ugye az ultidat be... ugye... bevetned. De lehet, hogy még nem töltődött fel az ultia. Oké, ha bármit észrevesel és emlékszel valami, akkor szóljál. Tarimédaru! Ja, nem tervezem, hogy rátok hagyom az egészet. Majd én is sem hozok magamból. Oké, nem lettünk sokkal okosabbak tőle. Oké, Himiko! Te bármire jó vagy-e? Oké, az elkövető tudja, hogy Gonta, meg gyanús. Akárhogy nézzük. Ezt túl akar-e eldönteni? Egy csomó más is ugye figyelme kell venni. Igen? Ja, akkor is. Tuti, hogy Gonta. Gyanús. Akárhogy is nézzük. Miért nem segített nyomozni, mielőtt ezt eldöntöd? Nem baj. Mert a nyomozás fárasztó. Gonta meg gyanús. Akárhogy is nézzük. Ki? Ahogy mondtam, hogy nyomoznunk kell, hogy eldöntsük. Használd a mágiádat, hogyha ennyire érdekel. Öristen, valami baj van. Hulidza. Mágiát nem szabadna így használni. Ugye az ugye korrupcióhoz vezet. No. Ugye a romláshoz. Akkor ne egyél ilyen lusta, és legalább segítsél. Ha. Puta kislány. Oké, okay, csomó dolog volt, amire felfigyeltem abban a szobában. Ja, a megszállottságot furcsa. Mi? Ja, sokkal inkább élsz, mint most, hogy bűntény történt. Biztos azért, mert nyomozó vagy. Nem igaz. Na, most legalább látjuk, hogy mennyire megbízható lett Shoichi. Ja, nem hiszem, hogy bármi köze van ahhoz, hogy ő detektív, vagy a, ez a incidens történt. Kajd! Pont. Hát, nyomozó, hogyha megoldanád ezt az ügyet, az tényleg nagyon sokat segítene nekünk. Ja, azért vagyunk ekkora pácban, mert az elkövető nem volt hajlandó előlépni. Sayhara-kun, menjünk! Még van kivel beszélünk, ja. Maki? Miért néz rám úgy a Maki, hogy mentel lemészárolna? Mi volt ez a tekintet a Makitól? Mukatsuku. Másodszorom már nem mutatja. Biztos, hogy észrevette, hogy a harisnyáit bármilyen folyamatosan. Nem tudom.